Szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek! Ez még nem a Szerdai Szellemkép című műsor, bár témában ennek az egy órának is elég komoly a hasonlóság, a vendégem lesz ugyanis majd hamarosan Klízli Andrea, aki író, médium és pszichológus, Gyöngyösről érkezik hozzánk, már ketten ülnénk itt, de most képzeljük el őt, mint egyfajta szellem alakot, aki hamarosan testet ölt, ugyanis a forgalom kicsit másképp alakult, mint gondolta, de a témát én addig is megnyitnám és elkezdeném. Andrával 20 éve ismerjük egymást, járt hozzánk a Szintézis Szabad Egyetemre, és már akkor voltak ilyen furcsa ihletet, dolgai, ilyen spirituális jellegű üzeneteket, verseket írt, később pedig ezt majd ő elmondja részletesen, sokkal markánsabbá, intenzívebbé vált ez a közvetítés, konkrétan egyfajta médiumi ihletettséggel, no hát ugye a parapszichológiának elég sok köze van a médiumitáshoz, úgyhogy azoknak, akivel még nem találkoztam volna, akikkel még nem találkoztam volna, bemutatkoznék, Paulinyi Tamás vagyok. Ennek a mai beszélgetésnek a másik résztvevője, és 35 éve foglalkozom olyan különös képességekkel, mint a telepátia, a megérzések. Úgy általában a tudományos parapszichológia, mi több, ezt kísérleti vizsgálatokkal is tanulmányozom. Szintén igen, egy jó 30 éve. Na, hogy mi köze ennek a két világhoz, a médiumitásnak, meg a parapszichológiának egymáshoz, arra azt mondom, hogy nagyon sok. 1800-as évek közepén tulajdonképpen az újkori médiumizmus vagy médiumitás megjelenésével kezdődtek azok a vizsgálatok, amik azt próbálták igazolni vagy kutatni, hogy vajon tényleg létezik a túlvilág, a médium ugyanis nem mást jelent, mint egyfajta közvetítőt az égi világok és a földi világok között, a holtak és az élők világa között. És hát azért ez egy akármilyen furcsa vizsgálható terület. Vajon az információk, amit például akkor közvetít egy médium, mikor egy elhunyt rokonak kíváncsi arra, hogy mondja, mi újságod állt, azok azért ellenőrizhetők, és az ilyen vizsgálatokból alakult ki először az úgynevezett pszichikus kutatás, ami később át lett nevezve parapszichológiának. Nem tudjuk mindig pontosan eldönteni, hogy vajon egy médium az intuitív készsége alapján, a telepatikus készségei alapján, vagy éppen tényleg közvetlenül egy túlvilági csatlakozás által szállítja az információkat. A lényeg az, hogy igen, vannak olyan információk, amik más tudati dimenziókból érkeznek. Na hát, én magam is író vagyok, és hallom az égi jelet, hogy megérkezett a kedves kollega, beszélgető társ. Ez nem az angyalok harsonája, egész egyszer nagy örömömre pusztán annyi, hogy Andrea megérkezett. Visszatérve az előbbi gondolatmenethez, és mindjárt megtestesülve is láthatjátok Klízli Andreát, hát azóta vizsgálom én is azt a területet, hogy vajon a médiumitás, vajon a halálközeli élmények bizonyítják a túlélő tudatot, a túlélő lelket, szellemet. Na ez a mai beszélgetés, amiben mindjárt a beszélgető társam is helyet foglal, fújt ki magad, kedves Andrea, csak nyugodtan, aztán majd valahogy kényelmesen elhelyezkedsz. Kapsz vizet, abszolút élőben megy az adás, úgyhogy mindjárt meglátja. Azt, ha nem rúgod fel, azt külön megköszönöm. Álványos a világításon előttünk, amit ti nem láttok. Most pedig hát fújt ki magad, szépen nyugodtan megérkeztél, itt vagy rendben vagy, helyeden vagy. Tehát ő, Klízli Andrea, egy gyöngyösi pszichológus, aki egyébként ciprusi származású is, ráadásul, ha jól látom, voltál Cipruson, mert még ciprusibbnek nézel ki, mint nemrég, amikor találkoztunk, és ő az, akiről az előbb meséltem. 20 éve ismerjük egymást, és időközben több könyve is született, amit úgymond nem is ő írt, ő jegyzett le. Dihegél, így áll vizet, addig én a szóvivőd leszek. Kettőt be is tudok mutatni frissibe. Az első a mennyei érintés. Lehet, hogy kedves kollégám, technikus kollégám egy nagyobb képet is be tud rakni róla. Andrával
Erről már volt beszélgetésünk, ugyanígy online módon, és mielőtt pusztán felmutatom a második könyvet, és köszönjük szépen az első könyv közeli beadását, én pedig most fejeztem be szintén egy túlvilággal kapcsolatos, igaz nem közvetlenül médiumi úton írt könyvet, Szinbad halálát, tehát mind a ketten valahol a túlvilág, a másik világok környékén keringünk, na Isten hozott akkor még egyszer, szia, megkésőbb át, de törve nem, és ez a lényeg. Úgyhogy ott tartunk, hogy pár szóba bemutattam a kedves részvevőknek ezt a témát, mi szerint igen, 150 éve az újkori médiumítás létezik, és a mai médiumítás, hazai médiumítás egyik olyan képviselője vagy, aki üzeneteket kap azzal a szándéka, hogy ezt jegyez le, és ad közre, és ezt te teszed is, és akkor kezdjük azzal, hogy mikor jelent meg az első könyved? 3 éve. Na, hát 3 év alatt még született egy második, ugye, igen. És akkor ezt most így tudom mutatni, Földön túli valóságok címmel, és én ott dolgozol egy újabbon, ugye? Igen, az még a címét nem tudom, de az ilyen, hát ilyen, pár hónapon belül így teljesen kész. Az lesz a negyedik. Na és hát ami az igazán érdekes, én egy kicsit lassabban írok egyébként, tehát irigylem a szorgalmadat. Egy picit halk vagy, megpróbálok a mikrofonnal is közelebb jönni hozzád. Így, én meg kicsit hangos vagyok, majd összelőjük. Tehát az igazi érdekesség az, hogy neked, hogy úgy mondjam, ezt diktálják. Na akkor maradjunk abban, hogy alig egy óránk van. Egy olyan bő 50 percünk. Én örülnék, hogyha veletek, kedves nézők, online nézők, beszélgetni is tudnánk, fel tudnátok tenni kérdéseket nekem, Andrának, úgyhogy most az elején picit sűrítjük a programot, én is egy kis teával vigasztalódom addig, utána és közben is, hogyha kérdéseket beírtok a hozzászólások rovatba, akkor azt megpróbáljuk legjobb tudásunk szerint megválaszolni. Én meg rögtön a lényegre térnék, hogy egyik lényegre, ki diktál, kik diktálnak, hogy kell ezt elképzelni? Hogy megy ez nálad? Tamás, igen, jó kérdés egyébként, hát a második könyvem, a Mennyei érintés, azt egy, hát mint úgy beszéltünk már róla, egy Rott nevű úgymond fénylénnyel írjuk, és az tényleg az az érdekes benne, amikor kérdezik, vagy beszélek róla, hogy igazából az én szavaim, az csak a bemutatkozás. Tehát a többi az jön. Úgyhogy úgy hívják, hogy Rott nevű fénylény az égi világból, most ne nevessem. Hát én is valami égi világokkal foglalkozom, de azért pszichológus is vagy. Igen. Aminek én azért örülök, mert van egy két lábon járó lény és egy szárnyas lény benned. Ez az égi világ neked mit jelent? Hol van az nyilván nem a felhők közt? Én az élet alatt, mikor így elkezdtem írni, most már szerintem én így rájöttem arra, hogy nem is biztos, hogy... Tehát ugye abból indulunk ki, hogy minden bennünk van. Akkor nem is biztos, hogy a Rott nevű fénylény az esetleg egy olyan fénylény, aki azt mondom, hogy így diktál és valahol rajtunk kívül van, hanem esetleg lehet egy ilyen magasabb, tehát hogy nem mint médium, hanem mint az embernek egy ilyen magasabb tudati, bármi. Testetlen entitás, ez olyan szépen hangzik, hogy még a fülön is megakadom. Az érdekes. Nehéz ezt tisztázni emberi nyelven. Mert hogy sokszor eszembe jut, vagy sokszor gondolkozok rajta egyébként tényleg, hogy teljesen természetes nekem ez. Ugyanakkor viszont, hogyha belegondolok, hogy most ezeket a dolgokat tényleg, tehát ezek nem egy ilyen egyszerű dolgok, ezek tényleg így a létezésről, az univerzumról, az emberi lélekről, a téridő valóságról, dimenzió szerkezetekről, csodálatos szavak, amiket én, hogyha azt nézzük, hogy pszichológus, tehát magamtól biztos, hogy nem tudnék írni. Tehát, tehát nyilván valahonnan kell, hogy jöjjön, de ugyanakkor, amikor belegondolok, hogy
ezt írom, akkor, akkor azért bennem van, hogy ó, hogy most akkor én tényleg ilyen abszolút kapcsolatban vagyok az égi világgal. És akkor keresem a választ, hogy mi van akkor, hogyha az embernek, amit az előbb szerettem volna mondani, hogy nem égi világ, mert egyébként nem nagyon szeretem, és már beszéltünk róla sokszor, hogy angyalok, stb. Ezek már annyira egy ilyen elcsépelt dolgok, fogalmak, kifejezések, hogy mindenki angyalokkal beszélget, meg médium, szóval, hogy valahol már így nem, tehát nem találom rá a megfelelő kifejezést, már nem jó az, hogy angyalokkal, nem jó az, hogy médium, mert az emberek összekeverik. Hát, és igen, mert ez ettől valahol sokkal, nem valahol, hanem abszolút sokkal komolyabb. Tehát, hogy nem egy most húzok egy angyalkát, és mert hogy angyalok, vagy fénylény, és akkor látok lebegni, tehát, hogy így nem. Na, muszáj most itt közben szólnom, kutatónak és parapszichológusnak. Tudjátok, a parapszichológia is egy olyan terület, amit folyamatosan kritizálnak, és azt mondják, hogy nincsenek is ilyen jelenségek, nem lennének, nem tudnék mit vizsgálni. De sokkal szubjektívebbnek tűnik az, hogy valaki hangokat hall, vagy látomásai vannak, vagy késztetést érez, és nyilván a középkorban ezt angyali üdvözletnek vették. Nem mondták, hogy testetlen, transzdimenzionális entitás, ilyeneket nem mondtak. Most mondhatunk ilyeneket kínunkban, de hát nyilván már nem nevezzük angyaloknak feltétlenül. A fénylény is egy olyan szó, amit bár például megtapasztalnak a klinikai halált átélők, és határozottan állítják, hogy a valóságnak alapvetően tudati jellege van, az, hogy mi testben élünk, az csak egy dolog a sok közül. Tehát nem hiszem, hogy ez a lényeg. A lényeg az, hogy üzenetek jönnek. Szerintem amúgy minden költőnek, minden kreatív alkotó embernek sugallatai vannak, amit nem vesz észre, csak hogy te ezt észreveszed. Igen. Egy kérdés jött, szép estét, hol lehet megrendelni a Mennyei Érintés című könyvet, kérdezi Halász Ferencné. Én úgy tudom, hogy ezt nálad ki fogjuk majd írni egyébként, nem titok nyilván. Tehát itt van egy szándék nyilván benned is, amely itt tartunk, hogy... Ezt közre kell adni. Tehát valami küldetés tudatod van ezzel, hogy jön az üzenet, és akkor leírom, és közreadom. Ez hát az hogy éled meg? Persze, hát hogyne. Igen. Na hát most mit csináljam? Hát majdnem egy, nem tudom hány száz oldallal most lapuljanom. Jó. De persze. Nem lennél pszichológus, lehet, hogy valaki azt mondja, menj el pszichológushoz. De azért azt gondolom, amiket te leírsz, ismerem Andrea könyveit, és Andreát is 20 éve még egyszer hangsúlyozom, rendkívül szerteágazó, nagyon sok területre a valóság természetéről szól, létezésünknek a jelenlegi problémáiról, az emberiség problémáiról. Tehát nem az a tipikus médium vagy, hogy meghalt Rozi néni, és nem, akkor nem, Lali bácsinak üzem valamit, hanem valamit sokkal nagyobb ívű. Igen. Fűszerezzük. Edith írja, sziasztok, Rick Rubin könyvében az áll, hogy az írók energiákhoz csatlakoznak, és azokat csatornázzák le, igen, ez egy újkori kifejezés, channelingből magyarították. Úgyhogy ez a csatornázás, hogy mindig nem áll teljesen képbe, költőként kicsit a másik teszem a csatornázásról, de kedves Edith, épp erről beszélünk, hogy igen, nem vagyunk egyedül. Van, aki nem hallja a hangokat, de jegyzi, vagy a saját verseként, a saját lelkén keresztül szűrve leírja, vagy könyvén keresztül. De vannak olyanok, mint Andrea, akinél ez világosan, mint küldetés megjelenik, hagyja magát, és hogy is megy ez az írás? Simán, bármikor. De hangot hallasz, nem, vagy egyszerűen fogod a papírceruzát, vagy nem, a laptopot, nem. Vagy hogy néz ki egy nem. Ilyen hát, médium jegyzetelés? Hát ez teljesen természetes, nem kell hozzá semmi, tudod, semmiféle transzversés, semmi. Egyszerűen, ha most így letenném a tollat, várnák egy-két-három percet, akkor biztos, hogy tudnék írni. Tehát, tehát én úgy mondom, hogy nekem ez teljesen olyan, mint hogy veled beszélgetek, csak rá kell hangolódni most arra a forrásra, vagy rotra, vagy tehát nagyon jóban vagyunk egyébként. Tehát, hogy és egyébként is, amikor nem írok, akkor a valóság természetéről egyébként nagyon olyan csodálatos dolgokat mond, most
mondjuk, így mondom, mond, amit tudod, beszéltünk, amiről majd most az ötödik könyvem fog szólni, hogy a pszichológiát, a lélektant teljes mértékben átírja. Szóval, hogy egy egészen más, tehát a létezésünket egy egészen más tudatszintre helyezi. Tehát, hogy ami az, hogy egyfajta ilyen tudati evolúció, amit úgy látom így, hogy így a könyveimen keresztül, ami így ki körvonalazódik, és hogy ez valóban tényleg egy nagyon komoly dolog, mert olyan dolgokat ír át, amit én úgy gondolom, hogy idejét vesztette akár a pszichológiába, akár olyan dolgokba, amiket ugye eddig hittünk, gondoltunk. Persze mindenkinek az a valósága, amiben hisz, úgyhogy ez egy megint másik kérdés. Például mint ez a mondat volt, hogy például erről nagyon sokat írtam már, hogy ez mégis így hogy működik, hogy mindenki azt tapasztalja meg, ugye, amiben hisz. Nagyon-nagyon mélyre belementünk ennek az egy mondatnak így az érzésébe, és olyan szinten, ami hogy nagyon mélyen belegondolok ezeknek a mondani valójájába, üzenetébe, és akkor így fölteszem magamnak a kérdést, hogy igen, akkor valójában végül is ezért nem működik úgy, mondjuk akár egy pszichoterápia, vagy bár ilyen, szóval, hogy, tehát, hogy nehéz is róla beszélni, mert most így ez olyan, hogy tényleg most egy emberként így szembe megyek azokkal a dolgokkal, amelyekre egyébként meg mondjuk a pszichológia, vagy a lélektan, mint egy tudományág épül. Érted? Szóval, hát, hogy ez egy picit nehéz, most így egyedül vagyok, de ezek olyan dolgok, hogy annyira, de annyira szeretném tényleg átadni az embereknek, hogy van egy másfajta perspektíva, egy másfajta nézőpont, ami nem emberi agyból pattan ki, és én leírok valamit tapasztalatból, mert az megmarad egy szinten. Tehát, hogy ez egy picit ilyen magasztosabb, vagy egy picit ilyen, tehát egy magasabb nézőpontból világít rá az emberi sorsot érintő nagyon mély kérdésekre. Igen. Na, itt megint csak be kell csatlakozzak, tudjátok, azt mondta most Andrea, hogy azt a mondatot kapta, hogy mindenki azt tapasztalja meg, úgy tapasztalja meg a valóságot, is lehetne fogalmazni, amit hisz róla. Tehát gyakorlatilag mi alakítjuk is a valóságunkat, és ez olyannyira igaz, hogyha például egy szkeptikus ember eljön ide egyébként, ez egy parapszichológiai, egy labornak egy része, ahol ez a felvétel, illetve az adás most éppen zajlik. Tehát ha valaki nagyon nem hisz ebbe az egészben, nem fog neki sikerülni, és ez borzalmas, nem lehet neki bebizonyítani. Tehát ez a belső elvárásainktól függ, és tényleg kell egy új pszichológia. Tehát ahogy Andrea, mint pszichológus és író médium mondja, hangsúlyozza a szükségességet, én pszichkutatóként mondom azt, hogy a mai pszichológia abszolút féllábú, vagy még annyi sem, az ilyen összefüggéseknek az ismerete nélkül. Tehát ez idővel majd másképp fog hangzani, bízunk benne. És az a baj, nem baj, de mint ahogy mondod, hogy ezekre épül, és nincs igazából tartása, ami megtartaná. Tehát, hogy nyilván az én eszmeiségemnek sincs olyan szintű tartása, mert az is egy eszmeiség, ugyanúgy, mint maga a pszichológia, mondjuk, mint tudományág, de mégis én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint az orvostudomány, ahogy változik, fejlődik, kell, hogy változzon, tehát, hogy egyszerűen kell, tehát ez azért van, hogy a tudatnak is legyen egy ilyen evolúciós fejlődése, változása, hogy hogyan tudja az ember a saját sorsát alakítani, például így, hogy amit ugye te is mondasz, hogy tényleg mindenki abban hisz, és ez egyszerűen, hogyha ezt így rávetítem mondjuk egy pszichológiai tanácsadásra, vagy beszélgetésre, akkor azt veszem észre, hogy megrekedek, és nem tudok tovább segíteni, már azokkal a dolgokkal, amiket mondjuk én tanultam pszichológusként, mert nem megy, mert olyan szinten látok egy teljesen más és magasabb nézőpontot, amit nagyon-nagyon szeretnék átadni az embereknek, de nyilván nem nyitottak még rá. Tehát nagyon kevés az az ember, aki még ezekre a dolgokra nyitott, mert nem is a nyitottság, hanem ez egy nagyon mély belső változással jár egyébként, amire hiába mondják az emberek, hogy akarnak változni, én úgy tapasztalom, hogy mondják, de mégsem, mert ahhoz változás kell, és ezekhez, amikről én írok, ahhoz valóban
egy teljesen más gondolkodásmód kell, egy teljesen más nézőpont, és ez nem egyszerű. Mondtál az előbb valamit, hogy a tudatnak zajlik egy evolúciója. Tehát a teremtés nem fejeződött be, így is mondhatnánk. És nagyon sok helyen az ezotériában olvasom, sőt, médiumoktól is ugye hallom, olvasom innen-onnan, hogy közeledik, emelkedik a rezgés szint. Én nem tudom, lehet, hogy ebben meg én vagyok egy kicsit szkeptikus. De én is. De azt gondolom, hogy ezek egyéni érések és utak, hogy ez mikor fog megtörténni, a tapasztalásokra mindaddig szükségünk van, amíg nem változtatunk a fölösleges szenvedést okozó negatív viselkedéseken. Tehát a te munkádban is van egy idealizmus, hogy majd egyszer talán ez köztudottá válik. Most valahol a vallásosság és a racionalizmus közt, a hit és a hitetlenség közt félúton állunk, én úgy érzem, úgy gondolom, de hát születnek a könyvei. Tehát az előbb azt mondtad, hogy a ötödik készül. Most befejezem a negyediket, igen, nem sokára, és akkor az öt eszembe jutott a címe, Varázslat, vagy egy új evangélium születése, ott a hit és a Isten képet nem az, hogy írjuk el, csak azt is egy egészen más és olyan csodálatos megközelítésből írjuk. Hát én ilyet hogy tudnak magamtól? Hát igen. Most nem akarom magam degradálni, de igen, és akkor az ötödik lesz az, ami pedig a pszichológia, tehát hogy a lélek, tehát ezeknek az összefüggésében, vagy előzményeiben, hogy ezek az írások ugye hogyan tudják valóban a gyakorlatban megváltoztatni. Tehát az, mint egy ilyen összefoglalója lenne, de ugye nem mint médiumi, hanem mint pszichológus, amiket ugye én is ugyanúgy tanultam, mert mi alatt én ezeket írtam, én is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat változtam, másképpen látok, érzek dolgokat, és tényleg egy csodás út, egy csodás belső út, egy csodás belső tapasztalás, és hogy ezek a dolgok a pszichológiát, mint tudomány, hogy tudják egy picit így egy tágabb néző. Hát, véleményem szerint nagyon nehezen, tehát most mondtad, hogy no. Evangélium, hát egy pszichológus evangéliuma lehetne hát így is írni. Nonsense elsőre, ugye, hát az evangélium. Ez nagyon jó cím. Egyébként ez egy jó cím lenne. Most, ahogy mondod, nagyon. Egy üvegborér eladom neked a címet. Nekem meg lesz a parapszichológus evangéliuma. Na visszatérve, itt mennyei érintésről volt szó addig, evangéliumról. Mondtad, hogy fénylényként nevezheted, vagy angyali szférának. Igen. Hát ezek gyakorlatilag egytől egyik vallásos fogalmak, de ez nem baj, ugyanis amivel te foglalkozol, hát ezt végtelenül nehéz tudományos eszközökkel vizsgálni. Én egy picit jobban állok. Tehát én a telepátiát kísérletileg tudom bizonyítani, mérni, hogy mennyire hasonlít a leírás négy kép közül a legjobban a célképre. Ezzel azt hiszem meg kell békélni. Tehát azoknak szól, akik nyitottak, de ugyanakkor azt gondolom, hogy vigyázni kell a megfogalmazásokkal. Igen. Meg kell tartani ezt a nyitottságot, mert annyiféle furcsaság születik, igen, hogy ez felelősség, hogy a tisztább forrásokat tisztán tartani. Igen. Úgyhogy bármilyen energia legyen ez, bármilyen intuíció, de gondolom, hogy benned is ott van az az érzés, hogy minél eredetibben, hát mégis emberi szavakkal kell leírnod olyan, igen, bölcsességeket, amit a maga terjedelmébe, hogy te mondtad, nem is fogsz fel fizikáról. Egyáltalán nem. Tehát amikor visszaolvasom, akkor nagyon hasonló a Szet műveihez. Tehát, hogy ahhoz tudom nagyon-nagyon-nagyon hasonlítani, illetve hogyha valaki ismeri Abraham Hicksnek a munkáit, vagy ő is egy neves vagy híres médium, de inkább a Szet, és ez nem úgy van, hogy én összerakom ezeket így magamba, hanem ahogy jön, de olvashatok is fel belőle egy pár mondatot, tehát ahogy jön, én azt úgy írom, tehát nem veszek el belőle, nem teszek hozzá. Na. Tehát úgy, mint hogyha most te beszélsz, és akkor én azt így folyamatosan így írnám. Igen, írnok vagy te egyfajta tolmács a túlvilágról. Hadd mondjam azoknak, akikben esetleg kétség van, hogy nehogy majd tüzét diktálnak, és csak mi emberek írjuk. Nagyon sok olyan kreatív médiumot ismerünk, vagy író médiumot, de vannak festő és zenei médiumok is,
akik ugyanúgy, mint Andrea, mindenféle felülbírálás és cenzúra nélkül jegyzik a dolgokat, olyan, említek egy párat, tehát például író médium, említetted Seth könyvét. Szerintem, ha valaki érdeklődik a téma felé, mindenképp olvass el. Jane Roberts volt a lejegyző annak idején, azt hiszem 50-60-as években. Ugyanúgy olyan dolgokat írt, hogy mi a valóság, rendkívül kellemes szellemi lény tolmácsolta neki, mondta tolba, és én hiszem, és ezt most nem mint kutató mondom, hanem kutatási tapasztalatokkal rendelkező ember, hogy folyamatosan kapjuk a tanításokat, csak ez kevesekben tudatosodik. Na, mielőtt folytatnánk a beszélgetés, jön igen egy új hozzászólás, Halász Ferenc, aki már korábban írt, azt mondja, igen, és úgy, amilyen szinten van nekem az angyalokkal mindennapos kapcsolatom, és a legmagasabb szintű irányítást kérek a tovább lépéshez. Hát, ha jól értem a kedves levélírót, ez arról szól, hogy ő, vagy mondhatom, te útmutatásokat kapsz legmagasabb szintről, angyali szférákból, most ezen ne veszünk össze, hogy ki mit ért az angyalok alatt. Ez egy nagyon hasznos munkakapcsolat. Tovább lépése, sorshoz van, ilyesmire beszéltél az előbb, hogy egy új pszichológiában ezeket az információkat és készítetéseket is figyelembe kéne venni egy emberi sorsban, nem? Abszolút, de. Csak én mindig azt mondom, hogy a magasnál is van mindig magasabb. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amikre például így azt úgy mondtarod, hogy például ezek a könyvekben, ami már le van írva, abban a pillanatban, ahogy én leírtam, az már idejét múlta, mert az már nincs, mert elmúlt. Tehát, hogy olyan mélységekig visz be egy-egy ilyen kérdésbe, hogy most akkor mit jelent az, hogy a legmagasabb szféra? Nincs olyan. Tehát, hogy elég a következő lépés, igen. Nem? Tehát most, ha nincsen egy legmagasabb, akkor az élet egy örök mozgás. Van? Hát ami igen. Probléma, azt kell megoldjuk. Igen. Ez amit egy emberi személyiség fejlődésével várni be, hogy lépjél még egyet, hogyha most a hegytetőt nézzük, miközben a lábánál igyekszünk fölfele, akkor ezek inkább filozófiai kérdéseknek tekintetők, és ezeket nem is hiszem, hogy meg tudjuk fejteni. Tehát nem fekete-fehér a világ, hanem rendkívül struktúrált a tudat szintjén. Tehát ez egy jó hír, ez egy evangélium. A maga módján, aztán, hogy ebben mi a gyakorlat egy-egy adott helyzetben, az ki dönts el, Éva írta, igen, igaza van, saját magától senki nem tud változni. Minden isteni szikra fentről jön. Na, még egy, és akkor azt mondom, hogy ezt most olvassuk el, nem kérdés hozzászólás, és üdvözöllek Judit, rendszeres nézője a műsoroknak és tanfolyamoknak. Andrea könyvét és Tamás legutóbbi novella regényét, ugye a Szindbád utolsó utazását is olvastam, én is olvastam. Mindkettőről nagyon jó, hogy most egy műsor keretében beszélnek a szerzők. Hát igen, ebben rokon lelkek vagyunk, és egy minimális önvallomás, ugyan itt az van írva, hogy Paulinyi Tamás, látjátok? Paulinyi Tamás, Szindbád utolsó utazása. De hát odaírhattam volna a nevem fölé, tudom, a valóság üzenete, egy parapszichológus evangéliuma lejegyezte Paulinyi Tamás. De tehát, milyen jó! De ebben az értelemben egy szép írónak, egy költőnek azért jó, mert nem kell semmin gondolkodnia, de hiszem, hogy minden ihlet, igen, fogalmazunk így felülről jön. Hogy aztán rajtunk az, hogy szűrődik keresztül, mit adunk hozzá tehetségünkből, egyebekből, az többedlegesen nincs szikra, nincs mű, van egy ilyen költői gyanúm. Mondom nektek, minden kedves nézőnek, hogy fél időnél tartunk, 7 óráig tart ez a beszélgetés, használjátok ki az alkalmat élőben, nyugodtan kérdezzetek Andrától tőlem, és folytatjuk is a beszélgetést, mert van miről beszélgetni. Olvassak a mennyeit, vagy... Nagyszerű ötlet, olvass fel egy-egy rövid részletet, hogy lássad, hogy miről szól.
És amíg te keresed ezt a részletet, mondom, hogy én ismerem ezeket az anyagokat, nagyon sokszínűek, tehát személyes problémákra, emberi, kapcsolati problémákra, épp úgy, ha nem is választ, tanácsot adnak ezekhez, mint emberiség szintű mai problémákra. Na, halljunk valamit na, akkor. Nem fogom, mindegy. Na, ez a 33. beszélgetés volt, hogy üdvözöllek a tudatom végtelen tartományában, ott, ahol a mindenség fénye olyan erővel világítja be a létezést, hogy a számotokra még ismeretlenül hangzó információk olyan rezgéstartományt képesek elérni, ahol meg tudják változtatni azt az információs halmazt, amelyben a véletlenszerű megjelenések tárolva vannak. Na, ez azt jelenti, visszatérve a korábbi beszélgetésünkhöz, mert ugye mindig visszatér az előzőhöz, tehát ezt folytatjuk, hogy mivel a fény az gyakorlatilag az információ sebességét tartalmazza, kell, hogy ez az információ is semlegessé váljék azokra a tudati hatásokra, amelyek akkor érvényesülnek, amikor olyan dimenziók válnak érzékelhetővé számotokra, ahol a rezgés réseiken keresztül megteremtik maguknak azt a végtelen rendszert, melyből egy új és eddig ismeretlen energiahalmaz teremtődik meg. Ehhez olyan tudati behatás szükséges, hogy azokban az információs csatornákban, amelyek egyébként egy zárt rendszerben mozognak, képesek legyenek egy újabb erőhatással az energiát formálni. Ez pedig akkor válik lehetségessé, ha a rendszerben olyan csúszások vannak, hogy a halmazok, amelyekben az információk elég energiát kapnak ahhoz, hogy tudatossá váljanak az önmagukban hordozott kvantumrezgés részeikre, a figyelmük által kivonják magukat ezeknek a hatásai alól. Ez azt jelenti, hogy a kvantumrezgés részecskék mögött olyan információk vannak jelen, amelyek képesek a bennük tárolt információkat úgy lebontani, az olyan térben és olyan térben újraegyesíteni, ahol már mint semleges anyag összpontosulnak önmagukra. Ez a tudati behatás a Föld bolygótokon jelenlévő rezgésektől eltérően egy teljesen más frekvencián mozog. Köszönöm, Rod, hogy ezt elmondtad, de egyáltalán nem tudom értelmezni, egyszerűen nem értem, miről van szó. És arra azt mondta, hogy nem baj, nem azért írjuk ezt a könyvet, hogy te megérts, az már mondanom sem kell, hogy mint benned tárolt információt nem ismernéd fel, ezt az energiát lejegyezni sem lennél képes, sőt, azt sem tudnád, hogy létezem, mint sok minden más a világodban. Ezt jobb, ha talán belátod és elfogadod, mert a kétséged az én energiámtól is elválaszt. Tehát nagyon mély dolgok. Tehát azért mondom, hogy hát el kell olvasni egy tízszer figyelj, kb. Azért határozottan van benne egy egészséges emberi önirónia. Kedves Rót, fogalmam sincs, miről beszélsz, nekem ez tetszik. És hozzáteszem, hogy bár nagyon szeretem a természettudományokat, csak kapkodtam a gondolataimat jobbra-balra, hogy olvastam. Na, Andrea könyvei többek között olyanok, hogy többször kell olvasni. Másnak hallani, és a mondat eleje már ilyen homályba vész, és más az, amikor az ember visszalapoz, és még egyszer olvassa, és hagyja, hogy valamit megpendítsen benne. Tehát ezt egy mai klasszikus fizikusnak odaadni, vagy a csillagásznak, hogy bevinni a tudományos akadémiára, készöngyilkosság lenne. De Isten tudja, hogy éle már az a fizikus, egy csillagász, vagy kutató, akit esetleg megérintenek ezek a sorok, és összeállnak a gondolatok, a kockák, a doboz, vagy értelmes képek közben. Jöttek itt üzenetek, és köszönjük még egyszer, Judit, az elismerésedet a könyveinket illetően. Halász Ferencné, aki ma már többször írt, azt írja, nekem rajzok születnek minden reggel saját felhasználásra. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan kapunk üzeneteket, és hogy ezt miben fejezzük ki, az egyéni készség és lazaság kérdése is. Olyan, mint az álmaink. A legtöbb embernek álmok is tele vannak ilyen üzenettel. Ezek elillannak, nem is emlékeznek rá. Vagy öntudatlanul kimond dolgokat, vagy másképp csinál dolgokat az üzenet hatására. De hogyha valakinek megvan ez a készsége, hogy tényleg lejegyzi, vagy rajzot készít, egy vázlatot, az egy példamutató dolog. Próbáljuk nagyon szabadon hagyni a kezünket, hadd írjon, rajzoljon, Isten tudja, mi jelenik meg. Pap Mária írja,
Kérdés neked, Andrea, a munkája során mennyire tudja Andrea kamatoztatni ezeket az információkat? Tehát gondolom konkrétan a pszichológusi munkádban. Álljunk is meg akkor itt. Hát pszichológusi munkámban, mint ahogy mondtam, nem nagyon, mert mint ahogyan mondtam, hogy nem, tehát, hogy nem mindenki nyitott azokra, most nem ezekről a páciens. Tehát most nem ezekről a sorokról beszélek, ugye nyilván, hanem azokról a, tehát, hogy például a probléma megoldás, amit várnak tőlem, mint pszichológustól, tehát ami egy ilyen standard, amit azt mondjuk, hogy igen, ezt tanultuk, és akkor ez így van. Ahogy az előbb említettem, hogy ez számomra nem működik, mert egyszerűen már nem tudom átadni az embereknek, mert nem megy, mert olyan szinten jön belőlem az a fajta másfajta nézőpont, amit egy kliensnek, vagy aki hozzám fordul, nem biztos, hogy át fogok tudni neki adni. Pontosan ez teremt bennem egy kétséget, vagy egy ilyen meghasonulást, hogy akkor most hogyan tudjak neki segíteni. Nyilván tudok, mint pszichológus, tehát tudok vele úgy beszélni, tehát csak szimplán, de tudom azt, érzem belül, hogy ez igen, tehát azt érzem, hogy ez nem fog neki segíteni, bár ugye nyilván mindenki a saját tudatszintje szerint teremti meg a saját valóságát, úgyhogy igazából biztos, hogy azzal is tudok adni, csak egy egész szemmel szemszögből nézve tudom azt, hogy mint egy evolúció, mint egy változása, ugyanúgy, mint az orvostudományban, hogy voltak, mit tudom én, milyen műszerek, és akkor, hogy azzal tudod, hogy az, hogy nem fogod tudni meglátni azt, hogy most mi a problémád, de most jött egy új készülék, egy új más, egy modernem, és akkor tudod, hogy tehát be tudod fektetni oda a vizsgálóba a beteget, de tudod azt, hogy igazából van egy sokkal jobb, és légy szíves, fordulj arra felé, mert azzal sokkal több mindent fogsz tudni meglátni, megvizsgálni, de a paciens azt mondja, vagy a kliens, hogy nem, nekem elég mondjuk csak a röntgen felvétel, és nem kell, nem érted? Tehát, hogy itt jelent bennem egy picit, hogy oké, csináljuk, de belül ezzel a módszerrel nem fogsz tudni elérni változást, mert megragadsz egy ponton. Ugyanúgy, mint azon, oké, nézzük meg a röntgen felvételt, vagy bármit, most csak ezt példának mondom, de lehet, hogy egy MRI az itt sokkal tisztábban fogja neked megmutatni. Tehát valahol itt tartok a saját munkámba. Tehát tudok segíteni nyilván, pszichológusként egyértelmű, de tudom belül azt, hogy az a fajta érdemi változás, amit az emberek szeretnének, ezzel nem fogjuk tudni megoldani. Viszont ugye egy magasabb szintű, nem szintű, nem jól fogalmaztam, de egy magas, más nézőpontból, egy nyitottabb valóságból, igen, viszont ahhoz változás kell, nagyon mély változás, és nem biztos, hogy pont az az ember, de ez sem biztos, hogy így van, tehát semmi sem úgy van mindig, ahogy gondoljuk, most nem tudok mit mondani. Tehát, hogy ez ilyen, tudod, folyamatosan változó. Én azt gondolom, hogy egy médium nem csak médium. Tehát például Andrea pszichológus munkájában ezt az érzékenységet, amiről mi itt beszélünk, igazából egyfajta intuitív empátiaként is használhatjam. Tehát más dolog, ha valaki azt kezdi, most írja Helga, üdv mindenkinek, szeretnék kérdezni, nagy kérdése tudnak választ adni ezek az entitások? Például mi robbant fel a kezdetekkor, ugye honnan jött a Big Bang, a nagy ősrobbanás? Hogyan keletkezett a világegyetem? Hova megyünk, ha megyünk, halálunk után? Ki dönti el? Saját magunk. Hát igen, mondod, hogy mindenki azt tapasztalja, ami a hite. Egy dolog. De azért az írásaid, és nem is tudom melyik az, ami még olyan keményebb ez ügyben, ilyen univerzális dolgokat... A mennyei érintésben van, igen. ...fogalmaznak meg. Ezek nem azok a mindennapi pszichológiai tanácsadáshoz szükséges információk, hogy kérlek a nem tudom én milyen rezgés, milyen résen jön át, és a halmaz hogy tud vízé nagyobb fluktuációba lépni, ettől nem leszek boldogabb. Ebből lehet, hogy majd kialakul egy értő szemnek, vagy egy érző szívnek, fülnek, egy kutatónak egy új elmélete. De ugyanúgy, ahogy Irén írja, hogy bonyolultnak tűnik, mert az is, mondom én, amit Andrea olvasott, megmagyarázni nem tudnám, de tudat alatt érzem, miről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy ezek valamiféle kulcsok, amik még nem nyitották ki a mindenféle Pandora szelencéket, és
titkok ládáját. Közben itt Magdolna ír, ha struktúrált, mint az életvirág, ugye az van rajtam, jó a póló. Sőt, engem inkább a pitty-pang-pang, ó, gömbjére emlékeztet a létezésünk. Igen, tehát itt most egybefügg két hozzáfüggés, nagyon struktúráltak a dolgok, nagyon sok mindent nem értünk, csak érzünk. Lehet majd megjön az értés is hozzá, de azért Andrának nagyon sok színű a munkássága. Tehát nem kell megijedni, ha valaki csak az előző idézetet hallott, hogy Atya úristen, ki vagyok én ahhoz, hogy megértsem. De egyébként, bocsánat, hogy közbeszólok, egymásra, tehát hogy egymásra épül, szóval, hogy kezdi az elején, és akkor, ahogy írtuk, hogy mint az előzőekben említettem, tehát hogy ez, tehát hogy egymásra épülő, tehát hogyha valaki elkezdi ugye az elejétől, nyilván azért ő is egy ilyen egyszerűbb dolgoktól kezdi, és akkor egészen magasabb, nem tudom, hová tartunk. Jó, hát ez a jegyzés átka valahol, és áldása egy időben, nem mindig értjük, hogy mit jegyzünk le, és ez kevésbé látványos helyzetekben is igaz lehet, tesszük, amit helyesnek érzünk, kellő bizalommal, hogy a forrás tiszta. Itt a forrással kapcsolatban jön egy újabb kérdés, ha lesz velem szerint, hogy kérdezném, az agy azonnal magyar nyelvre fordítja az üzenetet? Jó kérdés, a szellemek magyarul beszélnek, vagy minden nyelven, vagy az angyalok nyelven, így folytatódik. Próbálkoztam az agyamban megjelenő energiát fordítani, hogy leírhassam, de nekem még segítőre van szükségem, ha többször gyakorlom, és ez szerintem hozzászól, akkor automatikussá válik a fordítás. Hát hogy jön, tiszta magyar nyelven? Teljesen. Hát miután erre a vevősávra vagy igen, beállítva, igen. Ők bármely nyelven beszélnek. Én azt gondolom, hogy ez mint a telepátia, tudjátok, nem akarom most itt a szezont a fazonnal keverni, de mondják, hogy fejlett civilizációk a univerzumban a gondolat nyelvén beszélnek. Nagy dolog a nyelv, de nem a legnagyobb az érzésem, hogy mi egy olyan kommunikációban vagyunk belekötve, akarva, akaratlanul, ha tetszik, ha nem, ahonnan folyamatosan kapunk információkat, de csak annyi jut a tudatos szintünkre, ami a mi tudatos szűrőnkön átmegy. Te ezt hogy látod egyébként? Ugyanígy, hogy... én is így. Így. Tehát ezek hatnak folyamatosan. Na, igen. Mondanám a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy alig több, mint negyed óránk van, és lehet kérdezni, az a jó ebben az élő verzióban, hogy interaktív, plusz szeretnénk majd híreket is mondani nektek, mert nem a hétvége, hanem következő hétvégén. Erről is beszélhetnénk egy kicsit most, amíg újabb kérdés érkezik. Lesz a Sziráki kastélyban egy olyan egynapos találkozó, ahol igencsak ráérősen, személyes részvétellel lehet ezekről hallani és kérdéseket feltenni. Varázslat és varázsigék egy földön túli valóságból. Te kezded a napot, ez a te szervezésed. Én is benne vagyok, és én is, mi is szintézissel segítséget nyújtunk. És azt mondod, hogy a földön túli létezés varázslatos misztériumáról beszélsz, bocsánat, ez valami gyakorlat is, vagy van benne valami ráhangolódás? De, hogy de gyakorlat, ki? Igen, tehát hogy ez az nem, alapja, vagy nem jól fogalmazom. Rottanításaiból tovább adsz tanítást? Igen, amit már ugyanúgy, mint ahogy én szeretném, tehát mint ahogy Rott is ugye nekem továbbadta, és tényleg egy csodás, és tényleg egy tényleg csodás világ létezés, és hogy valóban átadni az embereknek, hogy igazából, hogy így tényleg így a saját szemük láttára hogyan formálódik át a valóságuk. Tehát, hogy ez az, amit én a pszichológiával egy picit, tehát, hogy ami inkább egy megoldás felé vezető, úgymond pszichológia, de nevezzük varázslatnak. Tehát, hogy nem egy ilyen, mit tudom én, ilyen médium ülés vagy bármi, hanem ezek olyan dolgok, olyan útmutatások, amit gyakorlással bárki megtud. Tehát, hogy én is ugyanígy kezdtem ezekkel a dolgokkal, és mi lett belőle? Na, ugye, ötödik könyv készül. Na.
Na, a múlt szó lesz, szerénységem részvételével és tolmácsolásával, ha így jobban tetszik, az álmokról is. Tehát, tudjátok, sokszor én úgy érzem, hogy éjszaka kapjuk meg azokat az instrukciókat és azokat az erőket, amiket nappal mi megvalósítunk ebbe a földi létben, de az teljesen biztos, hogy sokkal jobban működik az intuíciónk, a pszichképességeink, a megérzéseink az álmok világában. Nincsenek olyankor bennünk előítéletek, gátlástalan repkedünk például. Az nem érdekel minket, hogy az nem lehet, mert hát tessék, itt van. És erről fogok beszélni ugyanaznap, majd láttok egy bejátszott képet is, erről a sziráki hétvégéről, tehát ugye bár ez jövő hét végén van, Igen, vasárnap. Vasárnap egész pontosan. Szirák itt van, azt hiszem Nógrád megye, nem túl messze Budapesttől. És én pedig abban próbálok tanácsot adni nektek, tehát azért ez egy gyakorlatias hétvégés, hogy hogy tudjátok az álmokat, az álmok kreatív üzeneteit tudatosítani, felidézni, ha úgy tetszik megfejteni, és hogy tudjátok az álomélet gazdagabbá tenni, külön kihegyezve Andrea irányába arra, hogy mit üzennek a szellemlátomások az álmainkban, vagy az elhunytainkkal való találkozások, vagy amikor a féle túlvilági helyeken bolyongunk. És még egy hozzáfűzni valomban, mert még mindig bő 10 percünk van, és jött egy új kérdés is, hogy lesz egy közös dobmeditáció a végén. Tehát egy sámándobos utazás befelé a szellem világ határtalan dimenzióiban. Tehát ezt szívből ajánljuk figyelmetekbe. Hát hogy néznek ki az, hogyha nem ajánlanánk szívből a figyelmetekbe? Mind a ketten erre vagyunk rákattamva, gyakorló médiumként főleg te. Csak azt szeretném mondani, hogy vagy telefonszámomat kellene adni, vagy pedig van az a oldalam a Facebookon, hogy Klézli Andrea egy földön túli valóságok, és akkor oda lehet kérni... Figyelj csak, rém egyszerű, szerintem kedves kolléginánk, Katalin, be is rakja azt a fajta linket, ahol ennek a hétvégén. Na, igen, és akkor csak, hogy akkor telefonon kellene, vagy hogy valahogy, tehát hogy a részvételt azt előtte jelezni kellene. Így van. A kastélyból, hogy... Nézzetek, rém egyszerű, ennek van egy Facebook oldala, azt ti most itt a hozzászólás rovatba látni fogjátok, arra később rákattintotok, ott van Andrea száma, és e-mail címe, és Facebook oldala, és egyebek. Mi várunk titeket nagyon sok szeretettel, és akkor nézzük a következő kérdést. Erre az utolsó 3 percig visszatérünk, hát ha valaki lemaradt róla. Anikó írja, szép estét, esetleg az ébredési tünetekről lehet kérdezni, meddig normálisak? Nekem nem teljesen kerek a kérdés. Az ébredés itt egy metafizikai ébredés, vagy a reggeli ébredés? Nem tudom neked, hát mit jelent ez a kérdés, gondolom, tisztázom. Hogy így a ébredés, tehát a tudati ébredés, az egy állandó folyamatban lévő, de minden pillanatban az ember újjászületik, és minden pillanatban új érzésekkel, új gondolatokkal, tehát hogy ennek így nincs vége. Tehát, hogy ez egy folyamatos. Én nagyon sokat foglalkozom az álmokkal és az alvással, úgyhogy kapásból az ébredési tüneteknek az első értelmezése ez volt bennem, de úgy gondolom, hogy itt egy szellemi ébredésről van szó. Vannak spirituális válságok, tehát mint mindenre erre is igaz, hogy fokozatosan érdemes a fejlődésre belemenni. Keretestül, ajtóstul rontani egy házba nem túl egészséges. Van, akibe belecsap a villám, szó szerint vagy képletesen, és hirtelen kinyílik benne minden, de a többségre vonatkozólag azt gondolom, hogy ez nagyon komoly érési folyamatot kíván. Na, következő hozzászóló Judit, mennyei érintés valóban varázslatos utazás, bölcs tanításokkal a földi ember számára. Tamás könyve is egy utazás, az élet-halál, mint két kapun való misztikus átjárhatóság bemutatása. Nekem mindkét könyv nagyon tetszett, nagyon szépen köszönjük, Judit, ezt a
ajánlást, és úgy gondolom, hogy mind a ketten mi is komolynak tartjuk a könyveinket. Vége felé tartunk, és jött két kérdés, és talán még jön is kérdés, úgyhogy mindenek előtt olvasnám. Rózsa írja, úgy érzem, Jézus ugyanilyen nehezen tudta megértetni magát annó, mint te, kedves Tamás és Andrea, de a magot üzenetet vetni kell, és lesz abból valami, ha eljön az ideje. Azt hiszem, mi ezt ugyanígy érezzük. Nagyon szép az, amit tesztek, és bátorságra ugyanakkor veletek van aki, vagy ami hallatni akár magáról, hallatni akar, bocsánat, magára egy egészen más rezgés szinten. Ez milyen szép megfogalmazás. Igen, költői. Költőként mondom, hogy költői a megfogalmazás. Nem tudom, ki írja azt, amit kimondok. Írom én is egyik versemben. Tenni kell, táncolni kell, a zene majd megjön valahonnan, mondta, hogy az Orba a görög abba a híres Kazáncakiszban. Úgyhogy csináljuk. Aztán lehet, hogy tényleg arról van szó, hogy idő kell. Az egyénnek, az emberiségnek, ez a szép az idealizmus, vagy hisz egy pozitív jövőképpen is, enélkül rossz lenne élni. Éva írja, szia Tamás, szia Andrea. Andrea könyveinek hatása számomra egy abszolút intuíciós sorozat. Szerintem, aki igazán okos, érzi is ezt, mint egy fénysugár az elmébe, egy teljes belső képzet alakul ki, igazán szerencsés. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, abszolút egyetértek az előttünk szólókkal, hogy ez inkább egy a magvetői munka. Tehát ha elsőre nem is először, hogy milyen jó égről van szó, mint hogy te is olyan szépen és emberien idézted az előbb, amikor felolvastál, megcselekedjük azt, amit fontosnak hiszünk, és majd kivirágzik valahol az ösztönösség nyelvén már most tudást hordoz, hogy ezt mi hogy és miképp használjuk majd egyénként és emberiségként, abban néha csak bízni tudok, hogy jobban, mint most. Perceink vannak hátra, hogyha akartok kérdezni, egy-két kérdés még belefér, és addig is, hogy ne így csapjuk le majd a végén, a dolgot mondanám, hogy ne felejtsétek akkor, hogy tudtok velünk találkozni egy egynapos program keretében, ez 10-től este 6-ig tart, és Szirákon zajlik. Ha pedig jönnétek, akkor érdemes mielőbb jelentkezni. Technikailag ez úgy néz ki, hogy a hozzászólás rovatban látható Facebook linkre rákattintotok, megnyílik az a Facebook oldal, és onnantól egész egyszerűen, ami ott le van írva, azon az utómódon jelentkeztek. És még egy dolog így a másik világokkal kapcsolatban, tudjátok, mi még azért javában ezen a világon vagyunk, még akkor is a fél lábbal a túlvilágon. Nekünk, és erről most azt gondolom, hogy illik szólnom, teljes évünk arról fog szólni, hogy ebben a világban, ebben a mullandó emberi világban, földi világban, hogy készüljünk egy továbbutazásra, hogy engedjünk el dolgokat, veszteségeket, hogy éljük meg a gyászt. Tehát a mostani évünk nagyon is kapcsolódik ehhez a témához, spirituális lélekvezetés címmel, veszteség és gyászfeldolgozás, kis csoportos munkákkal, elméleti napokkal, lehető legkülönfélébb részvételi lehetőségekkel. Úgyhogy javaslom nektek, hogy az összes ilyen információt, hogyha megérintiteket ez a téma, nézzétek meg alaposabban. Október 28-án lesz az első nyitott napunk, ezzel együtt javában lehet jelentkezni, pár napig még kiemelt kedvezmény, ezt el kellett mondjam. Hitünk szerint is tesszük, hogy 4 év után újra ezt elindítjuk. No, térjünk vissza, és egy elismerést kaptunk, László, csak nagyon nehezen olvasom. Ha minden igaz, köszönöm, amit tesztek meg. Nagyon köszönjük, mi is. És azon vagyunk, hogy ez a tolmácsolás folyamatos legyen. Én azt gondolom, hogy minden
szerető és teremtő emberi szó képvisel valamit ebből a szikrából, ami sokakban zárójelben csak egy érzés, és van, akikben megnyílnak a kapuk, mint például Andrában, tehát őket nevezzük médiumoknak, kreatív vagy író médiumoknak is, és nagyon boldog vagyok, hogy 20 év, több mint 20 éve ismerek egymást, nem tudom hány, jó régóta, hogy láttam ezt szárba szökni, ezt a folyamatot. Torokköszörülésre kezdve végül már termékeny médiumi íróként, azzal együtt, hogy pszichológusi munkát végzel, én azt gondolom, hogy ez is pszichológia, de a lélektan mellé inkább azt tenném, hogy lélekgyógyászat sokkal nagyobb horizontokon és perspektívákban. Hogy gondolod, ez veled él már, amíg itt vagy ezen a földön, jön a 6., a 7. könyv, és igen, így tovább? Az lesz majd egy pszichológus evangélium, nagyon igen, jó. Igen, jó, hát ezt szerintem megbeszéljük egymást. Persze, igen. Ez egy jó cím egyébként, igen, és mindenkinek azt mondom, immáron tényleg a búcsúzás felé tartom, hogy sokan megmosolyogják ezeket a dolgokat, szkeptikusabb alkatok, vagy földhöz ragadtabb alkatok. Pedig tudjátok, minden vallás ilyesmiből épült fel, én hiszem azt, hogy most ez most meg lehet, hogy pont a nagyon vallásosoknak nem fog tetszeni, hogy valahol minden proféta, ha úgy tetszik, médium volt. Isten médiuma. Közvetítőjeit kaptunk egy olyan hozzászólást, hogy Jézus is ugyanilyen ezen tudta megértetni magát annó. Hát ezeket szavakba kell és példázatokba kell fordítani, ugye Jézus jobbára példázatokon keresztül tanított. És az, hogy fogalmakká törjük, én a tudomány nyelvén valahol megpróbálok felfoghatatlan dolgokat kimondhatóvá és felfoghatóvá tenni, amennyire lehet, annál pedig ugye a saját berkeiben. Hát nagyon köszönjük a köszöneteket, Máté Era is írt nekünk, hogy csodás munkásságunkon. Szó szerint csodás, csodákkal foglalkozunk azért, ez milyen jó szakma, nem? És köszönjük, hogy részese lehet. De ez is milyen jó, de tényleg. Mi is, mindnyájan részesei vagyunk valami sokkal nagyobb egésznek. Annyi időnk maradt az elbúcsúzás előtt, ugyanis nekem fél óra múlva ugyanezen a közszereplői oldalamon kezdődik a Szellemkép című műsorom, a 7. pecsét című nagyon gyönyörű régi 1957-es Ingmar Bergman filmet fogom elemezni, hogy összefoglaljuk a tudnivalókat, mégpedig kezdem a könyveinkkel. Jorgának az elérhetős, Jorga, az a ciprusi neve, Andrea így hivatalos. Ugye mennyei érintés, a földön túli valóságok, ugyanúgy Andrea címén, telefonszámán. A földön túli valóságok, az minden könyvkiadóba kapható. Hogyha nincsen, akkor lehet rendelni, könyvesbolton keresztül. Úgy akartam mondani, minden, bármelyik könyvesboltba lehet, csak ha nincs, akkor rendelni kell. A mennyei érintés pedig a Líra könyves, Líra vagy Libra már most? Libri vagy Líra, de szerintem... Tudjátok mit? Miután könyvesboltokban van, beírjátok a keresőbe, igen, és akkor kiadja, így van. Hogyha éppen nincs, akkor raktáron van, vagy gyártanak lesz, szóval nem probléma. Na, velem egyszerűbb dolgotok van, én meg itt, hát ugyan 10 könyvem megjelent, de most én ezt szeretném közéadni. A legújabbat, amit 24 évig írtam, ez is halálról, életről, álomról, valóságról, létezésről szól. Ez egy magánkiadású könyv. Tehát nemes egyszerűséggel a paulinyitamas.hu honlapon tudjátok megrendelni, és utolsó percben még egyszer megismételjük azt a két hírt, mielőtt elbúcsúzunk, hogy Szirákon, a Sziráki kastélyban találkozhattok velünk, tényleg fenséges hely, mégpedig jövő héten vasárnap, és hogyha valaki szeretne, érdemes mielőbb bejelentkezni. Információkat megtaláljátok a Facebook oldalon, és ha pedig valaki egy éven keresztül, egy képzésében keresztül tartana velünk,
Gyász és veszteség feldolgozásba október 28-ával kezdődően, ez havi egy szombatot vagy szombat-vasárnapot jelent. Ha a gyakorlatit is nézzük, akkor tegye, nézzetek utána a programoknak, nézzetek utánunk a dolgainknak, és én nagyon szépen köszönöm, Andra, hogy újra eljöttél, nektek, hogy ilyen szép számban velünk tartottatok. Találkozunk majd még akár Szirákon, velem pedig akár egy fél óra múlva, itt ugyanitt a közszereplői oldalon, Szellemkép című műsoromban. Úgyhogy Isten áldjon mindenkit, sziasztok, még sziasztok. Integetünk, és sziasztok, minden jót mindenkinek.